színű fantasztikus, kultikus filmjének színpadi változatát, és a főszereplőkkel együtt ezen a szép helyen szeretnék önöket köszönteni és a kérdéseikre válaszolni. De mielőtt ezt megtennék és átadnám gyorsan a szót Bereményi Gézának, és azt mondta, hogy keveset beszéljek, mert ő szeretne többen. Először is hagyj előlegezzem meg az ő születésnapján és napját. Üveg borra fogadja tőlünk, a József Attila Színház termelte a Lapos Petriét. Nagyon köszönöm. Gratulálom. Gratulálom. És akkor kérdésekre válaszoljak, vagy mondjam el egyfolytában? Mondd el egyfolytában. Elmondanám egyfolytában. Ez színpadi változata, de nem egy forgatókönyvnek, hanem színpadi változata a témának. A témának, ami a Terekitéri piac és egy kereskedő és annak a családjának a története a világháború után kezdődik, és körülbelül az 50-es évek eleje, első felében fejeződik le valamikor. És annyiban is színházi változat, mert nem változik, az én címdalom vagy nevező drámán. Mert drámai helyzetek vannak benne, és egészen más színe van az eseményeknek, mint a filmen. Tessék! Nincs mikrofon. Jó, ordítja minden. Jó. Tehát ez nem film, és nem a filmnek a változata, ez egy önálló színdarab, szín. Ja. És akkor még annyiban folytatnám, hogy a József Attila Színház változata lesz, azt hiszem, a legautentikusabb változat, hogy így mondjam, és bemutatnám a rendezőt, Günther Frigyes, és átadnám neki a szót, mert írok ennél többet nem. Miért lesz autentikus? Azért, mert színpadon autentikus. Mert hogy volt már bátyámon, meg volt már. Igen, de ez egy átok, még annak is az eldolgozott változat, mert a bátyámon mindenhol aranyára, az aranyára színjelző. Ez azért is eldorázó, nem azért, mert a filmet akar hasonlítani, hanem különbözni akar az aranyára színjelző. És ő dolgozott rajta, hogy átírtam? Átírtam, és nagyon nagy éjjel és rengeteg az egy színpadi tapasztalatnak a felhasználásával. Tehát állítom, hogy ez a végleges változat, és remélem, és úgy tűnik neki, hogy ez a végleges előadás. De miben más? Egy kicsit a történetkezelésről, időkezelésről? Nem, az, hogy a színpadi idő az éppen megfelelő hosszúságú, a jelenetek úgy követik egymást az események, és drámaiak a párbeszédek. Tehát színpadiasak a párbeszédek. Filmben rövidebben kell beszélni, színpadon valamivel hosszabbak is lehetnek a dialógusok, ezt némileg kihasználja, de ugyanakkor, hogy is mondjam, kiélezett ebben a személyes is. Önnek mit jelent az, hogy zene? Hogy? Hogy a személy, az, hogy zené és hogy zene születés, hogy nekünk mit jelent, meg kellett ezt tenni? Nem kellett, ez tulajdonképpen már a rendező ízlése, így mondhatom. De én örülök, mint író mondjuk, én örülök ennek, mert újabb effekt van benne. És nyugodt, és a piac és a zene valahogy összefogja. Úgyhogy engedjék meg, hogy fültek minket. Még egyszer. Nincs olyan nagy vagyok, nincsen Szami szerepe. Van a Sanyi bácsi, akit a Csankó Zoltán fog játszani. Szóval az összehasonlításban csak annyit engedek meg a részemről, hogy ez egy rendkívül jó reklám ez a film nekünk, mert ez egy remek film volt. Viszont ez egy remek színdala, és ez egy egészen különösen kiváló előadás. Elég nagyképű volt? Még tudok rá tenni. De komolyan gondolom, én bízom benne és hiszek benne, hogy ezzel a remek csapattal, akik tényleg nagyszerű színészek, itt állnak, majd aztán én nekik adom át a labdát, úgyhogy
és egy kiváló zeneszerzővel, amihez ragaszkodtam, hogy vadonatúj zenét a kérünk ehhez a kérdéhez. Tehát, hogy ez, ennek az egésznek a születése. József Attila színázba rendezett már, hogy hogy alakult ki a kapcsolat? Felhívott a Karcsi, hogy ezt szeretné, hogy van-e kedvem hozzá. Én meg azt mondtam, jaj, de jó, van kedvem hozzá, sőt boldog vagyok tőle, hogy Budapesten fogunk tudni dolgozni újra, 30 év után. Mert a kancsi? 30 éve nem dolgozott? 92-ben dolgozott. Mennyi? Ebben a történetben azok a különleges emberi viszonyok, amelyeket hasonló generáció is van itt, mint én, 60 évesek elmúltunk, amit átéltünk valamilyen módon a 60-as éveket. Lehet, hogy én a háborút nem éltem át, de a szüleim olyan mértékben élték át, hogy olyan, mintha az én mesében. Tehát hordozunk magunkban fantasztikus terheket, súlyokat, emberi viszonyokat, szerelmeket, csalódásokat, bánatokat, gabzsiságot, és a többi, és a többi. És ezek mind benne vannak ebben a történetben. Olyan mértékig felkavaró számomra a próbákon belegondolni azokban a jelenetekben, amik vannak, hogy az egész múltam és az egész életem így kavarok egész nap körülött. És ez mindannyiunknak így van, tehát ez a történet, ez mindannyiunknak nagyon-nagyon-nagyon sok között. Remélem, hogy sikerül úgy megmutatni, hogy így érezze a kinél. Kész, most a színészek, kérdezzenek, elfordulok és kérdeznék meg, hogy jó rendező a Kuntek, azt fogják mondani, hogy... Igen? Igen? Mi a kérdés? Mi a kérdés? Hogy az előadókról mennyire van a kérdés, hogy egyáltalán kérdés? Szerintem szenzációs a film, de a miénk nem fog hasonlítani ehhez szerintem ehhez a telepítéri piacon, más lesz. Másfajta előadás lesz, mint a film is. Mindig megkérdezik, hogy én nem szeretem összehasonlítani a kettőt, mert teljesen más műfaj. Nyilván érdekes kérdés, hogy Eperjes szerepét játszom, de hát én a Colin Firthét is játszottam már. Elég nagy sikerrel, és Latinovics után is. Együtt csináltam. És Latinovics után is eljátszottam a Tótékat, hát persze az Őrnagyot. Soha nem könnyű neki kezdeni, meg egy komoly példakép, egy jól sikerült alapítás van az ember előtt, de ahogy elkezd dolgozni, ez elmúlik, és az ember saját maga lesz a színpadon. És nagyszerű partnereim vannak, ez kifejezetten nagy élmény, sokukkal dolgoztam már, de egy színpadon, egyébként az Újvári Zolival, Gerdával, Gerdával a színpadon dolgoztam. Mert akkor nem bírom a hangot. Zsuzsával és a Kovadik Ágival együtt voltunk egy színházban. Talán most a Balázsral most találkozom először, aki a Bercit fogja játszani, remek színész ő is, és sorolhatnám a többieket. Úgyhogy isteni jó hangulatban próbálunk, aztán milyen lesz, ezt meglátjuk, de nagyon reménykedünk benne.